Hiánypótló tevékenységet hozott létre Gyergyószentmiklóson a Felhőcske Fejlesztőház óvodáskorú gyerekek számára. Tartalmas, táncos edzőtábort zárt pénteken a Step Dance Sportklub, táncelőadással készültek a záró rendezvényre. Új struktúrában rendkívül színesnek és tartalmasnak ígérkezik a 9. Örmény Művészeti Fesztivál Gyergyószentmiklóson. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják. Jó estét kívánok! Hiánypótló tevékenységet hozott létre Gyergyószentmiklóson a Felhőcske Fejlesztőház óvodáskorú gyerekek számára. Az egyénközpontú, de ugyanakkor szocializálódást biztosító foglalkozásokra nagy igény mutatkozik, így nem csak a vakációban, hanem tanév közben is lesz programja a fejlesztőháznak. Kisgyerekes szülők körében fogalmazódott meg az igény arra, hogy elsősorban a vakációban, de óvoda utáni időszakban is szükség lenne egy olyan helyre, ahol a gyerekeket biztonságban tudják, ugyanakkor megfelelő foglalkoztatást is biztosítanak számukra. Így jött létre a Felhőcske Fejlesztőház, amely augusztus eleje óta fogadja a 3-7 év közötti gyerekeket. Nem tudta senki megfogalmazni, hogy mire, de jó lenne valami ennek a korosztálynak. És akkor így kezdtem én is el ezen gondolkozni, hogy milyen lehetőség, vagy mit lehetne megteremteni, és a szerencse a szerencsébe, hogy szembe jött velem ez a pályázat, a Diaspora Startup pályázat, és akkor az elképzelés azt találta a pályázati kiírással, meg a feltételekkel, és akkor így indult el ez a folyamat, hogy akkor a pályázatra jelentkeztem. És akkor így sikerült megvalósulni ennek a fejlesztőháznak. Jani Katinka 14 éven át Budapesten volt óvónő. Elmondása szerint a fejlesztőházi mindennapjaik nagyon változatosan telnek. Csak a játékok és a személyzet, ami állandó, minden más gyerek és egyén függő. Próbálnak külön figyelmet szentelni minden egyes kicsire. Ezért van a 10 fős létszámstopp is. A játékokat is úgy próbáltuk megválasztani, hogy bármelyik játékot leveszi, fejlődik a gyerek. Játékba integrált tanulás van, pont ez a lényeg, hogy vegye le a játékot, játsza, gyakorolja. Ha nem tudja, itt jön be a szakember, hogyha nem tudja, vagy még azt veszük észre, hogy ez a szabály sok ennek a gyereknek, ennek a játéknak a szabálya, akkor picit módosítunk, változtatunk, hogy csak eddig játszunk, és akkor ezek a szabályok. És azt már, amikor jól begyakoroljuk, akkor veszük a többi szabályt hozzá, és akkor van egy sikerélmény a gyereknek, nem az van, hogy leveszem, ezt nem tudom, ezt a játékot is elteszem, hanem azon keresztül is igazából, hogyha minden egyes játékot végigjátszik itt a fejlesztőházba, megtanulja, meg begyakorolja, akkor igazából ebben már nyertünk, mert minden képességet próbáltunk olyan játékokat összeválogatni, hogy minden képességet lefedjen, úgy a testi, érzelmi, erkölcsi és értelmi nevelés terén. A fejlesztőház pedagógusainak tervei között szerepel a későbbiekben az, hogy nem csak a vakációkban tartanak foglalkozásokat a gyerekeknek, hanem igény szerint a tanév alatt, ha szükséges, délután is. Úgyhogy gondolkozunk egy ilyen felhőskét csapatba, hogyha van rá igény, és akkor a nevelési év folyamán működnénk. Ugye ennek az életkorosztálynak megfelelő napi rendel, amire szükségük van, és próbáljuk a tevékenységeket is, meg a témákat is úgy feldolgozni, hogy igazából minden területet lefedjen. Mint ismert, Romániában nincs óvoda kötelezettség. Van példa arra Gyergyószentmiklóson is, hogy a szülők, rendszerint az anyukák otthon oktatják gyerekeiket az iskolára előkészülve. Azonban szakemberek véleménye szerint a tanítás mellett a kicsik fejlődéséhez, szocializálódásukhoz szükség van közösségi tevékenységekre is. További 3 nőt is bántalmazhatott Gheorghe Dinka. Az Adevărul román nyelvű lap szerint a gyilkossággal gyanúsított férfi házában talált vércseppek 3 különböző személytől származnak. A lap értesülései szerint a korábbi áldozatokat megerőszakolta és megverte a férfi, de életben hagyta őket, és a rendőrök állítólag ki is hallgatták már tanúként mind a 3 nőt. Egyikük egy 49 éves nő, akit állítása szerint kerti munkára fogadott fel, végül megerőszakolta és megverte, és megfenyegette, hogy ha bárkinek is elmondja a történteket, megöli.
Másik áldozata egy akkor még kiskorú lány volt, egy szintén napszámos munkára fogadott család gyermeke. A harmadik személy egy krajovai cigánytelepen élő kislány lehetett. Tartalmas, táncos edzőtábort zárt pénteken a Step Dance Sportklub, amelyet a borzonti Durka panzióban tartottak. Az ötnapos nyári táboron ezúttal 70 gyerek vett részt, a legkisebbek, akik játékos, versenyszerű programok keretében készültek a szeptember folyamán rajtoló idényre. Öt edzőtábor zajlott a Step Dance Sportklub berkein belül július és augusztus között, megmozgatva 350 gyermeket 150 óra edzéssel, 672 óra felelősséggel, millió nevetéssel, 1001 játékkal és végtelen élménnyel. Így összesítette a napokban a Step Dance Sportklub. Múlt héten a harmadik tábort tartották a táncosoknak, az évek során pedig már a 16-at számolják a sorban, igény szabja a táborok szervezését. Igény van rá, nagyon szeretik a gyermekek, míg pár évvel ezelőtt épp csak 45 fővel indítottuk a tábort, idén már közel a 200-hoz járunk, akik így éves szinten ide a Durka panzióba eljönnek táborozni. A gyerekek a fő motiváló, mozgató rugói ennek, ők akik miatt létrejön. Viszont vannak támogatóink is, például a Betlen Gábor Alapítvány is segített idén, a Hargita megye tanácsa és a szülők. Mindenképp, ők mindig támogatnak minket. Valamint itt a Durka panzióba is nagyon-nagyon rendesek, segítenek és mindent megtesznek, hogy évről évre visszajöhessünk ide és szeressük ezt a tábort. Múlt héten a legkisebbek, 70 gyerek vett részt az edzőtáborban. A programokat életkor függően állították össze a gyerekek számára, de minden esetben úgy, hogy élvezhető és szerethető legyen. Emellett pedig a versenyszerűségre helyezték a hangsúlyt. Fontos volt ugyanakkor, hogy gyerek, tánc és edzés központú tevékenységek zajlottak. Hogy egy hatalmas versenyköré építjük az egész hetünket, beleértve a házi rendeket, hogy a házak milyen szép tiszták, a tisztálkodás, a egymással való viszonyulás, egymás tisztelete, hogyan beszélgetnek egymással, hogyan étkeznek, hogyan vesznek részt a csapatjátékokban. Igazából minden pontra megy, nagyon-nagyon harcolnak, nagyon küzdenek, nagyon fegyelmezetté lehet így tenni őket. Indulhat, csak az számít, hogy belemenjen. Megvan a varázsa annak is, hogy elvesztük a telefont egész hétre, tehát ez a kikapcsolódás, ez egy kicsit izolált, tehát itt a civilizációtól mi egy kicsit most itt kiszabadulunk, ami annyira egységesé teszi itt az egész ittlétet, hogy annak ellenére, hogy borzasztóan nehéz mindenkinek fizikailag és szellemileg is végigvinni ezt a hetet, tehát minden gyerek nagyon sokat tanul és sokat nyer ez a hét alatt, mert saját magukra vannak folyamatosan utalva. Nagyon sok olyan versenyszám van, ami a kreativitásukat fejleszti, nagyon sok olyan versenyszám van, ami önállóságra ösztönzi őket. A szülők is nagyon szeretik. Mi azt tapasztaltuk minden táncos év kezdetén, hogy aki jelen volt a táborba, az évet már lendületesebben, dinamikusabban, magabiztosabban kezdi. A gyerekek ügyesen vették az akadályokat. A csapatépítő programok mindegyike tetszett nekik, illetve az is, hogy a tábor idején a rendkívül fegyelmezett körülmények között zajló edzések mellett jutott idejük a szórakozásra is. Teljesen családias hangulat övezte a tevékenységeiket. A délutáni pihenő, az esti szabadjáték és mozizás sem hiányzott a programjukból. Az edzések mellett a gyerekek meglepetéssel is készültek a táborzáróra. Egyrészt egy közös tánccal, illetve csoportokra oszolva, egyéni koreográfiával örvendeztették meg a szülőket. Emellett táncoktatójuk, Pál István, az egész heti tevékenységüket is dokumentálta. Az ebből készült filmet szintén bemutatták a jelenlévőknek. Fanny! Fanny, ne fogyat még egyedül rúgjon! Csupán 25%-át hívta le Románia a nagy infrastruktúrális befektetésekre fordítható uniós forrásoknak. Ebbe a hányadba egyebek mellett a Kürtös-Szimeria vasúti vonal, a Sebes-Torda autópálya
és a Lugos-Déva autópálya 2-es, 3-as és 4-es szakaszának megépítése tartozik bele. A bukaresti metró új szakaszának kiépítését szintén ebből fedezik. Románia számára a 2014-2020-as időszakra 9,2 milliárd eurót különítettek el nagy beruházásokra, ebből mindössze 2,3 milliárd eurót hívtak le, 7 milliárd euró továbbra is várat magára. Az uniós forrásokból finanszírozott nagy infrastrukturális befektetések 70%-a Erdélyben valósul meg. Hagyományosan Kis Boldogasszony napja köré szervezik az Örmény Művészeti Fesztivált Gyergyószent Miklóson, ezúttal is színes programmal várják a távolabbról érkező örményeket, illetve a helyi lakosságot szeptember 6 és 8-a között. Újdonság többek között, hogy ezúttal a fesztivál jellegű rendezvényeket átcsoportosították a szombati napra. Kulturális műsorok, kiállítások megnyitása, nemzetiségi vásár, Hurut Fesztivál, Együttélés Erdélyben nemzetiségi fesztivál, az Örmény Katolikus Templom búcsúja szerepel többek között a 9. alkalommal megszervezett Örmény Művészeti Fesztivál kínálatában. Idén változásokra, újdonságokra is lehet számítani. Egy kicsit újra struktúráltuk a 3 napot, ami azt jelenti, hogy a Kisboldogasszony búcsúja alkalmából a vasárnapi napot az kimondottan a szent ünnepre hagyjuk, tehát hogy ne menjünk át a fesztivál jellegbe. A szentségek napja legyen, amikor kimondottan a vendégek fogadására, a búcsúra hangolódva, és a búcsúval foglalkozunk. Minden, ami civil, ami fesztivál jellegű, az megmaradt, viszont összpontosítottuk a szombati napra. Ez azért érdekes, mert az eddigi évekhez ellentétben a Hurut Fesztivál is átköltözik a szombati napra. Szombaton reggel 9 órától flashmob lesz a piacon és a Virágnegyedben, majd 11 órakor kezdődik a nemzetiségi vásár, illetve a Hurut Fesztivál az Örmény Templom utcában. Már várják azok jelentkezését, akik kézműves vagy más saját készítésű termékeket, élelmiszereket szeretnének árusítani. Idén is több kiállítást nyitnak meg. Nagy szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik betekintenének az Örmény életbe, az örmények sorsába. Sokféle kiállításunk lesz megnyitva a pénteki nap folyamán, hagyományokhoz híven. Koszorúzással kezdjük a pénteket, és a koszorúzás után megnyitunk a közösségi házban különböző kiállításokat. Gopcsa Paula néninek lesz egy csodálatos festmény bemutatója, tavaly megismerkedhettünk vele, most a munkáit is megismerjük, és Komitász, aki egy örményországi zenész, zeneszerző, az ő életéről lesz egy kiállításunk, és hogyha Jóisten is úgy segít, akkor egy könyvbemutatóval szeretnénk ezt összekapcsolni, tehát lenne egy könyvbemutatónk is, és díjazott tűzománc kiállításunk lesz egy másik terembe. Újdonság lesz szombaton az irodalmi délután, melynek keretében lesz szavalás, megzenésített örményversek előadása és egyéb különlegességek. A szabadtéri színpadon kulturális műsorral szórakoztatják az érdeklődőket. A szabadtéri színpadon a 3. alkalommal szervezzük meg a nemzetiségi fesztivált, amikor is a budapesti Szilas táncegyüttes, mint az Alfalvi népi táncegyüttes, a cigányok remélhetőleg fognak egy szép tánccal előjönni, a zsidó kórus fog énekelni, és a szászok tánccsoportja fognak fellépni. Egy párat ismerünk az előző évekből, ezt a hagyományt szeretnénk tovább ápolni, hiszen Erdélyben a kisebbségekkel mindig jól megértek egymással, és ezt a hangulatot szeretnénk tovább példaként vinni előre. Úgy érezzük, hogy ez fontos a további együttélésünk szempontjából. Szombaton este 2 budapesti együttes koncertjét követően egy helyi zenekar lép majd fel és emeli az utcabál hangulatát. A 3 napos fesztiválon több rangos vendég is lesz, többek között Örményországból Davejan Karen örmény katolikus pap, aki a templom búcsón prédikál, illetve az örmény nagykövet is ellátogat Gyergyószent Miklósra. A rendezvény sorozatot a Bethlen Gábor Alap, Hargita megye tanácsa, a Kommunitász Alapítvány, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Gyergyószent Miklósi Önkormányzat is támogatja.
Bejön, nyitunk a városra mottóval szeptember 7-én, szombaton Gyergyószent Miklós főterén és a Márton-Áron utcában több épület nyitja ki kapuit. A cél, hogy az érdeklődők megismerhessék a gyergyói örményeket. A séta több időpontban a Városházáról indul. 10 órától Ruszu Andorko Imola és Elekes István angol nyelvű túravezetést tart, majd 11 órától Puskás Attila, az Erdélyi Magyar Örmények Egyesületének elnöke, a román anyanyelvűeket várja. 15 órától Csergő Tibor András, a Tarisznyás Márton Múzeum igazgatója, 18 órától pedig Köllő Miklós építész, műemlékvédelmi szakember, magyar nyelvű túravezetést tart. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a sétára. Marosvásárhelyen élt örmény és nemes családok életéről tájékoztatták az érdeklődőket egy séta keretében a Slow Food Egyesület és a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület szervezésében az elmúlt napokban. A rendezvény estéjén egy jelenleg Szicíliában élő örmény szakács készített vacsorát a vendégek számára. Marosvásárhelyen élt örmény és nemes családok életéről tájékoztatták az érdeklődőket egy szervezett séta keretében csütörtökön délután. Az élő történelem órát, majd este az ezt követő kóstolót a Slow Food Egyesület és a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület szervezte. Az a lényeg, hogy lelassulva egy kicsit megismerjük Marosvásárhely örmény és nemes vonatkozásait, épületeket, bemenjünk az udvarokba, feltekintsünk, megismerjünk családtörténeteket, a házaknak a történetét, illetve ezt követően egy természetes, teljesen bio alapanyagokból előkészített örmény vacsorát nyújtsunk a látogatóknak, melynek végén aztán egy örmény konyak kóstolóval is kedveskedünk a vendégeknek. Az est folyamán felszolgált ételeket egy jelenleg Szicíliában élő örmény szakács készítette el a vendégek számára. Az örmény konyha jellemzőiről érdeklődtünk. Az örmény konyhára legfőbbképpen az ilyen a magvak, a mandula, dió, meg az ilyen magvakat felhasználják. Azon kívül nagyon jól tudják használni a fűszernövényeket. A petrezselyem az úgy kb. Mindenben benne van, a koriander, a bazsalikum, kapor, eléggé ízesített ételeket készítenek. És minden házban teljesen más a recept, és igazából úgy összeköti az egészet, ugye a zöldségeknek a felhasználása is, a mediterrán zöldségek, ami a vinetta, a paradicsom, a paprika, kb. Ugyanazok, amiket mi is használunk itthon. Az est szakácsa hozzátette, meglepően egyszerű elkészíteni a jellegzetes örmény ételeket, de az ízvilágot nehezebb eltalálni. Az étkezéseknél sokat használják a lencsét, a rózsaszirmaiból édességet készítenek. Az est az örmény ételek és egy 5 éves örmény konyak kóstolásával ért véget Marosvásárhelyen. Továbbra is nagy igény van rá, ezért a Fészek, a Gyergyói Édesanyák Egyesülete megszervezi az őszi bababőrzét, amelyen ezúttal is lehetőség lesz az őszi és téli ruházat beszerzésére. Asztalokat naponta 9 és 16 óra között még foglalhatnak azok, akik eladni szeretnének. A bababőrzén lesz büfé, tombola, arcfestés és jó hangulat. A tombola sorsoláson értékes díjakat lehet nyerni a támogatóknak köszönhetően, a nyeremények listája folyamatosan bővül. A szervezők szeretettel várnak mindenkit, aki vásárolni, kikapcsolódni szeretne szeptember 7-én, szombaton délután 3 és 5 óra között Gyergyószent Miklóson, a Salamon Ernő Gimnázium udvarán található sportiskola tornatermében. A belépés ingyenes. 4. alkalommal tartottak erdélyi pálinka lovagrend és párlatversenyt Marosvásárhelyen. A vásárhelyi forgatag keretében zajló megmérettetésnek a Jazz and Blues Club adott otthont. Az ország több régiójából, de a pálinka lovagrendnek köszönhetően Magyarországról, Szerbiából és Szlovákiából is érkeztek a megmérettetésre pálinka minták. Megkezdődött a 4. erdélyi pálinka lovagrend és párlatverseny Marosvásárhelyen. Pénteken a beérkezett minták zsűrűzése zajlott. A vásárhelyi forgatag keretében zajló megmérettetésnek a Jazz and Blues Club adott otthont. Idén a lovagrendek száma is nőtt, tehát itt már 7 lovagrend határokon túlról vesz részt a pálinka versenyen, és 300 körüli a beérkezett minták száma.
kategóriák azok gyümölcsönként, ugyanúgy, mint eddig. Meglátjuk, hogy milyen elbírálásra, döntésre jutnak. Reméljük, vagy én legalábbis vásárhelyi szervezőként, erdélyként remélem, hogy az Erdélyre jellemző bogyós gyümölcsök valamelyike, párlat valamelyike tudja majd kiérdemelni a fődíjat. Lássuk, milyen döntésre jut a zsűri. A minták az ország több régiójából érkeztek, de a pálinka lovagrendeknek köszönhetően Magyarországról, Szerbiából és Szlovákiából is érkeztek minták. Az elbírálás szigorú szabályrendszer alapján történik. Ragaszkodunk ahhoz az európai szabályzathoz, ami nem egy írott törvény, hanem így az európai pálinkások általában ezt használják. 20 pontos bírálási pontozás van, ami azt jelenti, hogy 5 pont a maximum a tisztaságra, 5 a karakterre, 5 a szájérzetre és 5 a harmóniára. Ami ez egymás után azt jelenti, tehát szemmel, ha megnézzük a pálinkát, ez legyen egy tiszta, folyékony, egy olyan pálinka, amelyikben nincsen opálosság, szépen gyöngyözik a pohárba, tehát esztétikailag jól nézzen ki. Fontos az is, hogy az illat és ízvilág egymással harmóniában legyen. Kóstoláskor ne legyen csípős érzet, tette hozzá a lovagrend képviselője. Ma 8 asztalnál zajlott a pálinkák zsűrizése. A 4. erdélyi pálinka lovagrend és párlatverseny ünnepélyes díjkiosztására szombaton, augusztus 31-én 13 órától kerül sor Marosvásárhelyen a Ligetben a kis színpadon. Ezek voltak híreink szeptember 3-án. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy az elkövetkező napokban szünetel a fénytelevízió híradása. Legközelebb szeptember 9-én hétfőn jelentkezünk friss fényponttal. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!